Figyelem színészek, figyelem nézők, először a szituációt mondom el, és csak utána a szabályokat. Kezdő teniszező feleséget tenyeres ütésre oktat jól teniszező férje. Tehát van egy kezdő feleség, és van egy jól teniszező férj. Ezt az egy szituációt kell állandóan változó érzelmi tónusban folytatni. Az állandó változásról én, a csengő gondoskodik majd, illetve a képernyőn látható különböző érzelmi instrukciók, más-más színnel elkülönítve. Kell egy feleség, Lia, legyen mondjuk a piros érzelmű, és kell hozzá egy kezdetben nyugodt férj. Rudi, és akkor ezek szerint te leszel a kék. Na, csillagom. Ja, bocs, egy labda van. Egy labda van. Akkor ezt leteszem. Á, igen, ez itt van. Itt vannak benne. Na. Na, kis csillag. Először is, ugye a... Milyen ütést gyakorolunk? Tenyeres. Tenyerest. Te, vagy a szerv az is jó. Lehet szerva is. Jó, szerv. Lia. Jó. Na. Jó. Csillagom. Jó. Csillagom. Tehát. Most akkor... Na. Ez mi? Értem a kérdést, és ez a teniszlabda, a kezedben ez itt az ütő, így kell fogni, nem pingpong, nem használjuk egy, így, okosan, így. De szorítsa, vagy lazán kell? Kényelmesen, most csak magát a mozdulatot mondom. Földobod a labdát, földobod, hopp, a kutya meg a macska rúgja meg. Várj egy szépen. Kicsillagom. Ez nagyon fontos, hogy amikor földobod a labdát, földobod, utána nézed, hiszen ha nem látod, ugye nem találhatod el, akkor semmi esélyed. A labda után? Kicsit, földobod a labdát, nézed. Magát a labdát nézed. Igen. Tehát földobod a labdát, és... Ajjaj, tehát az nagyon fontos kis csinálat. Mondd már meg nekem, mi a francia taketlenkedsz itt egyfolytában? Hát, hajolsz, fogod a kezemet, normális vagy? Hát másképp, csillagom, én nem így tudom... Így hogy a jó Istenbe tanuljak meg teniszezni? De komolyan mondom. Kis csillagom, én... Ez gondolod, hogy vasárnapra ez a legjobb programom? Állsz itt, mint egy szerencsétlen, komolyan mondom. Csináljad egyedül, akkor majd nézem, hogy annyira tudod, most komolyan mondom. Mi a francia? Miért utálja? Gyere, ne haragudj rám. Figyelj, ha egy picit pörögne az agyad. Csak egy picit. Picit pörögne. Ne cikizzél már! Mert miért ne cikizzelek? Azért ne cikizzelek. De most mi, ne gyújjál már így hozzám, jó? Az előbb azt kérdezte tőlem, hogy a lab... Igen? Azt kérdeztem. Azt szeretem volna csak neki. Azt kérdezted a magad picit butácska hangján. Kérdeztem? Úgy érezted, hogy én kérdeztem? Megmondom őszintén, nagyon kicsi a különbség a te kérdésed és az állításod között. Nagyon vagy pici? Nem nagyon mindegy. Nagy a különbség. Figyelj ide, drágám, én nem akarok veled veszekedni, nem éri meg hát miért is tenném, igaz? Ez a simogatás szerintem, ez nem simogatás volt, hanem egy pofon volt. Figyelj, te. Na? Azt hittem, hogy valami minimális kis mozgáskultúra szorult beléd, de tévedtem. Hogy a palacsintát csináltad délelőtt, és rányomtad a gyerek fejére. Mi volt a baj a palacsintát? Az is kellemetlen volt. Kimértem centiről centire. Mit mérték ki centiről centire? Annyira szeretem, hogy normális palacsintát összehozni. De nem sikerült, nem sikerült. Fogd meg azt az ütőt, jó? Mert nem hiszel bennem, én így nem tudok dolgozni. Hát hinnék benned, ha lehet. Még a palacsintámat is állandóan cikizem, és én meg ezt a rohadt. Na jó, elég volt, fogjad meg, fogjad meg, dobod föl! Üssed már meg azt a labdát! Nem érted? Ez annyira vicces! Én annyira szeretném, hogyha itt most itt egyben. Gyere! Annyira szép vagy. Olyan szép, de miért? Miért? Micsoda? Tüzel a szemed, az ajkod. A szemem tüzel? Úristen. Mi a probléma? Gyere, ölelj már meg egy picit. A kontaktlencsétől tüzel. Fogd már meg a derekamat. Igen. Most mit csinálsz? Miért csinálod? Most mondtad, hogy fogjam meg a derekadat. Te valamit akarsz tőlem? Mit akarsz? Hát a feleségem, hogy hogy ne akarnál? Hogy nézel rám? Te most hogy nézek rád? Hogy nézek rád? Hogy nézek? Mit kérdezett, hogy nézek rád?